Mikor február végén megalkották a Budaörs 2014. évi költségvetését, akkor elég színes volt a kínálat a beruházási oldalon, de mindez a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitelétől is függött. Most már május van, most már látjuk, hogy ez a hitel meg lesz, nem lesz meg. Mik azok a beruházások, amik ebben az évben mindenképpen elindulnak, vagy megvalósulnak? Két irányból kell ezt a kérdést közelítenünk. Az egyik az, hogy mit fogadtunk el a költségvetéssel az év elején, és mi az, ami úgy került bele, hogy nem volt akkor még fedezete, illetve a hitel volt a fedezete. 2 milliárd hitel felvételét irányoztuk elő a költségvetésben, és ehhez természetesen kiadásokat is párosítottunk. Ezeket olyan céltartalékba helyeztük, hogy csak akkor nyilván akkor kezdünk hozzá, hogy erre pozitív elbírálást kap. Most mondok csak így felsorolásszerűen ebből pár példát. Ilyenek a mondjuk a egyes számú főút felújítására szánt összegek, vagy ilyenek a sportcsarnokaink technikai fejlesztései, vagy a két új iskoláknál a két új sportcsarnoknak a megépítése ugye a mindennapos testnevelés miatt. Tehát össze kellett, ugye a fejlesztési hitel az célzott. Tehát ilyen jellegű fejlesztési beruházásokra írja elő a jogszabály, hogy lehet igénybe venni. Intézményekhez kapcsolódó bővítések, felújítások, közműfejlesztések, közműfelújítások. Ezért nekünk ezt a 2 milliárd forintot össze kellett úgy állítanunk, hogy ennek megfeleljünk. Tehát ezek a céltartalékok általában útépítések, útjavítások, útfelújítások és ilyen iskolákhoz kapcsolódó intézményi fejlesztések adják. Emellett vannak olyan céltartalékok is, amiket szokás szerint tettünk céltartalékba, akár gondolok például az egyházi keretre, amiknek egyébként van fedezete a költségvetésben, nem érinti a hitelt. A legutóbbi testületülésen hozzányúltunk ezekhez a céltartalékokhoz, és azt a 4-5 fontos kérdést, ami nagyon aktuális volt, vagy pedig tényleg szükséges volt, azokat a pénzmaradványunk terhére felszabadítottuk. Volt egy 480 millió forint környéki szabad pénzmaradvány az előző évről. Viszont ugye a költségvetésünk szerkezetét nem változtathatjuk meg új tételekkel, hiszen ennek a hitelbírálatnak a során ugye a meglévő költségvetési irataiból dolgozik a kormány, hiszen kormány döntés kell ezekhez a hitelekhez. Tehát mondjuk nem tehetjük meg, hogy egy bizonyos szinten alul tervezett iparűzési adóbevételt megemeljük, mert akkor ugye újra kéne kezdeni az eljárást. Ezért abban maradtunk, hogy most már kivárjuk a hitelbírálatnak az idejét, és utána nyúlunk hozzá a nagyobb kérdésekben a költségvetéshez. Viszont a fennálló, a szabad pénzmaradványt, ami rendelkezésünkre áll, a fennmaradó 385 millió forintot, amit még nem osztottunk föl, ezt a következő hetekben a képviselőtestület tárgyalni fogja, hogy azokból a feladatokból, amik itt ilyen étlapszerűen előttünk vannak, azokból mik azok, amiket ennek a költségnek a terhére valósít meg. Én most nem akarok most bármit sorolni, hiszen ugye ebben egyesség kell, hogy szülessen, vagy legalábbis a testület tud döntést hozni. Nyilvánvaló azért, hogy vannak olyan feladataink, amiket a lehető leggyorsabban kell orvosolni, ezekre fogjuk fordítani, de nyilvánvaló, hogy beruházásokról beszélünk, tehát akár útépítésekről, akár az intézményeinkhez kapcsolódó bővítésekhez kell majd megegyeznie abba a képviselőtestületnek, illetve a képviselőtestületnek döntést hozni, hogy mire fordítja ezt a pénzt. Aztán, ha a hitel elbírálása pozitív lesz, akkor ugye még több mozgásterünk lesz, ha pedig úgy alakul, hogy nem lesz pozitív, akkor nyilván meghatározottak a kereteink, tehát akkor onnantól kezdve ebben az évben ez a fölállás van, és azokat a pontokat, amiket nem helyeztünk el most a költségvetésbe, vagy olyan céltartalékban, ami hitelfüggő, azokat nyilván a következő évekre kell áttennünk. Mekkora lesz az újratervezés akkor, hogyha a Magyar Fejlesztési Bank nem bírálja el pozitívan a hitelkérelmét? Hát akkor nagyon nagy újratervezés nem lehetséges, tehát ugye a költségvetés bevételi oldala az most már nagyjából véglegesen meghatározásra került, ugye a szabad pénzmaradvány megérkezett, 485 millió forint volt, abból a legutóbbi testületén 100 millió forintot már felhasználtunk, így egy 385 millió forint maradt szabadon. Hogyha a bírálat megtörtént, akkor lehetőségünk van arra, hogy a mi álláspontunk szerint, hogy még egy 150 millió forinttal megemeljük az iparűzési adó bevételi oldalát, hiszen látszik a számokból és az első feltöltésekből, hogy erre van lehetőség, tehát a mozgástér az ennyiben van. Ha ezt a kettőt összeadjuk, akkor kijön az a 520-530 millió forintnyi mozgástér, amit nekünk lehetőségünk van a meglévő kicsit kevesebb, mint 2 milliárd forintnyi étlapból kiválasztani, hogy mi az, ami megvalósul, és mi az, ami következő évekre kerül át, ez a mozgásterünk.
illetve hát nyilván mindenféle pályázatokat próbálunk beadni, megvalósítani a sportcsarnok építésekhez, kormányzati támogatást is próbálunk kérni, hiszen a mindennapos testneveléshez ez szükséges. Tehát még beeshetnek olyan plusz bevételek, reméljük, ami még ezt bővíti, de hát az a ha kategória. Amit biztosan látunk, az az 520-530 millió forint. Amit jelenlegi felül tervezhetünk. Amit a jelenlegi felül, de nyilván... A fejlesztési hitel nélkül mennyi az az összkeret? 2 milliárd forint a fejlesztési hitel. Igen. Ami a 2 milliárd forinton kívüli rész, arra már volt fedezet. Tehát most bejött a szabad pénzmaradványjal és az iparűzési adóemeléssel egy plusz 530 millió forintnyi keretünk. Erre van egy 2 milliárdos étlapunk. Tehát magyarul körülbelül az egynegyedét tudjuk abból megvalósítani, ha nem kapunk hitelt. Ha kapunk hitelt, akkor nyilvánvalóan más a helyzet, akkor több mozgásterünk van. Azt gondolom egyébként, hogyha nem kapunk hitelt, a város költségvetése akkor is stabil és biztos lábakon áll, akkor nyilván el kell döntenünk, hogy az olyan beruházások közül, amik rendelkezésünkre állnak, tervekkel előkészítve azoktól, mik a prioritás, tehát mi az, aminek nagyon fontos szerepe van, azonnal indítani kell, mert jövőre nem tudnak tornázni a gyerekek az órán, mert nincs hely, akkor nyilván ez előrébb kerül a sorba, és ez alapján a testületnek kell dönteni majd arról, hogy ott milyen sorrendet határozunk. Mik azok a beruházási elképzelések, amik már meg vannak alapozva, megvan rá az engedély, elő vannak készítve, és akár holnap el lehet őket kezdeni? Azok, amik a céltartalékban ugye szerepelnek, tehát egyes számú főút felújítása, a Hunyadi János Emlékpark felújítása, átépítése, a Kőhegy medence melletti nyomásfokozó gépház meglétesítése, a Frankhegy részére, közvilágítások, locsolóhálózat tervezése, a postaépület felújításához az engedélyezési tervek elkészítése, a sportcsarnokunk technikai fejlesztése, ugye hangfény, ami ugye nagyon nem megfelelő minőségű, a két sportcsarnok, ugye a Blejer iskola új udvari sportcsarnokának az építése, az egyes iskola udvarán lévő új csarnoknak a megépítése, a IJ-s udvarán lévő sportcsarnokhoz az önerőbiztosítása, vagy a bencéseknél például a bencés sportcsarnok, a bencés iskola udvarán lévő új sportcsarnoknak a tau önerejének a biztosítása. Hát ezek olyan beruházások, amik mind szinte készen várják a munkák megkezdését. Az útépítésekkel vannak idén kicsit gondjai az önkormányzatnak, tehát a bizonyos engedélyek nagyon nehezen születnek meg az adott hivatalokban. De lassan szerintem ezen is túljutunk, és akkor lesznek olyan engedéllyel rendelkező útépítéseink is, amiket adott esetben meg tudunk indítani. De ugye például az útfelújítások és kártyúzásoknál is, hogyha lesz hitel, akkor egy nagyobb összeget tudunk erre folytani, ha nem lesz hitel, akkor nyilván egy kisebbet, ami ugye a legszükségesebb munkákat takarja majd. Vannak jogszabályok, amik előírják, hogy minek kell megfelelni, és milyen céloknakra lehet felhasználni. Ez tény, ez benne van, és ez... Ennek megfelelünk is tudtunk olyan kérelmet írni, ami szerintünk minden szempontból pozitív. Az egy más kérdés, hogy a kormány úgy ítéli-e meg a mi költségvetés számaink alapján, hogy Budaörsnek engedélyez hitel felvételt. Ugye több 5 milliárd forint körüli összeget átvállalt Budaörstől az állam, de ezt ugye nem úgy kell nézni, hogy ez most akkor egyszer csak 5 milliárd forintja lett a városnak, hanem ennek az éves adósság törlesztése az, ami lekerült a vállunkról, ami ilyen 250-300 millió forint. Nagyjából pont az iparűzési adónknak az 0,1 pontos csökkentését fedezte. Tehát ennek a jó voltából körülbelül ugyanazzal a beruházási költséggel tudtunk neki indulni az évnek. Hát ez már nem a mi kezünkben van azzal kapcsolatosan a döntés, hogy van-e mód arra, hogy ezt a hitelt megkapjuk. Vagy pedig nincsen, ezt nem mi fogjuk eldönteni. Mi, amit tudtunk az előzetes feltételes közbeszerzést, hogy kitől vesszük föl, azokat mind lebonyolítottuk, úgyhogy a kormány döntésére várunk. A legutóbb egy 30 nappal meghosszabbították a döntésről szóló határidőt, erre van jogszabályi lehetőségük, de hát előbb-utóbb meg fog érkezni a döntés ezzel kapcsolatosan. Itt rengeteg szempontot figyelembe kell venni. Ugye van a jogszabályban olyan pont, amit tulajdonképpen egy ilyen, úgy szoktuk mondani, gumicsont paragrafus, ami lehetővé teszi, hogy a kormány szabad kézzel döntsön ebben. Tehát azon túl, hogy megfelelünk, ha megfelelők között is van lehetősége arra, hogy úgy döntsön, hogy nem, mert úgy ítéli meg, hogy ez akár az ország összeállamadosságát nézve, vagy bármilyen szinten nem. Racionális érveket nézzünk, akkor minden szempontból megfelelünk a kérdésnek, innen nézve. De hát a kormány részéről az egy másik nézőpont.
lakossági észrevételek alapján, vagy igények alapján mik azok, amik a legfontosabbak? Hát a lakossági igények, most kicsit területi képviselő is jön belőlem, hiszen a saját környékemen tudom leginkább a lakossági igényeket közvetlenül regisztrálni. Nyilvánvaló, hogy mindenki is szeretné, hogy az a budaörsi hagyomány folytatódjon, hogy a Budaörsön az utcák rendben vannak, a járdák rendben vannak, a közterületek szépen rendben legyenek tartva, ezek ugye prioritások, illetve a közösségi terek legyenek meg, a játszóterek, stb. Illetve az iskoláinkban és az intézményeinkben legyen a lehető legmagasabb színvonalú kiszolgálás a budaörsieknek. Nyilván, hogyha rangsorolnunk kell a forrásainkat, akkor ez egy elég fontos szempontja. Tehát most saját példámat mondjam, nagyon fontos volt, már évek óta húzódott az Aradi utcának a rendbetétele, most nekiessünk, megcsináljuk, és egy szép környezet fogott is kialakulni, de a város minden pontján egyébként erre kell odafigyelni. Nagyon hosszan lehetne elemezni, hogy egyébként a város beruházási összköltsége hogyan és miért csökkent, még mindig nagyon jelentős, de miért csökkent közel a felére, mondjuk egy 4-5 évvel ezelőttiekhez képest. Belejátszott a válság, egy-két cégnek a távozása Budaörsről, de ugye azt nem sikerült egyelőre még a képviselőtestületek megoldani, hogy ezzel együtt a saját működését is racionalizálja. Tehát ez azt gondolom még előttünk áll. Nem biztos vagyok benne, hogy ez egy feladat, amit majd a képviselőtestületnek előbb-utóbb el kell, nem tud kikerülni tovább. Ha sikerül stabilizálni az iparűzési adó bevételeket, és ha tényleg a gazdaság beindulása ismét növeli a város bevételeiket, bízunk benne, hogy így lesz, akkor ez egy nem lesz egy nehéz feladat, hiszen akkor ennek a mért, akkor nyilván sokkal egyszerűbb dolgunk van, és előre tekintve tudjuk a korábban is megszokott maximális minőséget prezentálni. Bízunk benne, hogy így lesz, és akkor talán nem is kell majd ilyen mértékű racionalizálásokról beszélni, vagy kicsit más, inkább észszerűsítésnek lehetne nevezni. Egy-két területen ráfér a városra, hogy az erőforrásait jobban használja föl a működés területén.